Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége dr. Piri Anikó gyermekgyógyász. Vele beszélgetünk, tartsanak velünk! Tulajdonképpen neked ez az elmúlt 3 hónap, amit a családok egy része karanténban töltött, azért elég izgalmasan telt, mert rögtön be kellett ugranod helyettesíteni, és te voltál az, akit hívhattak az édesanyák, hogyha volt valami probléma. Mennyire volt ez megterhelő a számodra? Hát megterhelő volt. Elég sok telefont kaptam, telefonhívást. Többnyire ugye telefonon keresztül történt tanácsadás elsősorban, és csak hogyha nagyon kellett, akkor találkoztunk személyesen. Hát volt, hogy 3 telefon csörgött egyszerre, úgyhogy... Egyébként egy gyermekházi orvos esetében mennyire jellemző most már ez a fajta kapcsolattartás? Mert talán egy picit tudatosabbak a szülők a tekintetben, hogy ha nem muszáj, akkor nem viszik orvoshoz a gyereket. Hát egyébként is meghatározó. Szerintem eddig is körülbelül a fele az telefonos tanácsadás volt, a többi az személyes, és én azért igyekeztem korábban is csak akkor személyesen találkozni a szülőkkel, hogyha tényleg meg kellett vizsgálni a gyereket, az már telefonon is sokszor kiderül, hogy valóban szükség van erre. És te egyébként mindig is gyermekorvos szerettél volna lenni, vagy ez közben alakult így? Nem, én mindig is gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Nagyon-nagyon sokáig babáztam is kiskoromban, és eredetileg csecsemőápolónak tanultam. Csak aztán nagyon megszerettem hát a szakmát is, a tanulást is, jól is ment szerencsére, és akkor így felmerült, hogy az orvosira megyek, úgyhogy onnan meg már egyértelmű volt szinte, hogy gyerekgyógyász leszek. És az orvosi egyetemet azt Budapesten végezted, vagy? Igen, Budapesten, Szemmelweis Egyetemen. És utána kórházban szerettél volna inkább elhelyezkedni, vagy kifejezetten ez a házi orvosi vonal vonzott? Hát eredetileg neonatológus szerettem volna lenni. Hogy micsoda, bocsánat. Ez a beteg újszülöttekkel és koraszülöttekkel foglalkozik, tehát az elkoraszülött intenzív és újszülött osztályon, akik dolgoznak, ők általában neonatológusok. Az viszont azért család mellett, főleg nagy család mellett nehéz, és akkor így végül is úgy döntöttem, hogy a 3 gyerekem mellett egyszerűbb lesz a... 3 gyermeked van? A házi gyermekorvoslás, ezt is magaménak érzem. Tehát nem érzem úgy, hogy mellékvágányom vagyok, hanem jó úton vagyok. Még tervezem, hogy talán később esetleg a neonatológus szakvizsgát is leteszem, de ezt majd, hogyha a gyerekek nagyobbak lesznek, akkor... Egyébként az ilyen kórházi munkában úgy képzeli az ember, hogy sokkal több ilyen nehezebb szituációval találkozik, mint házi orvosként. Szerintem ugyanannyi. Igen? Ugyanannyi, igen. Sokszor egyébként bekerülnek olyanok is kórházba, akiknek nem feltétlenül kellett volna, tehát hasonló lesz akkor ott a gyógyítás, mint amit házi orvosi körülmények között csinál az ember. A kivizsgálás az egy lassabb, elhúzódóbb folyamat, az sem feltétlenül nehéz, ott mondjuk gondolkodni kell, hogy milyen irányba menjen még el az ember, ha ezt se talált, az se talált. Kicsit nekünk is hasonlóan kell gondolkozni, hogy ez nem jött be, akkor még merre menjünk tovább, milyen oldalról erősítsük a szervezetet, és akkor itt is vannak elsősegélyes esetek, mint a kórházakban, amikor gyorsan kell dönteni, nem egyszer, úgyhogy ezért szerintem hasonló. Egyébként volt olyan így a pályád során, amilyen különösen emlékezetes volt számodra, vagy amilyen nehéz feladat volt, vagy meglepő? Hát volt. Itt például Debason egy mérgezettet kellett úgy ellátni, hogy esetkocsi távol volt, igencsak, úgyhogy neki teljes ellátást kellett a gyomormosástól, a intubáláson át mindent meg kellett csinálni, úgyhogy ez egy erős kihívás volt, és sikeres is. Ilyen szempontból egyébként a gyerekgyógyászat az egy nagyon összetett dolog, mert ugye a gyerekek azért különböző korban máshogy reagálnak, más a szervezetük, és azért ti végül is 0-tól 18 éves korig. Igen, nekünk mindent kell tudni, szokták mondani, úgyhogy nem is bánom, hogy felnőtt ügyeletet is vittem, mert másképp kell kicsit gondolkodni az esetben. De például egy 18 éves, őt már felnőtt, tehát orvos értelemben felnőtt. Hát sőt, már 14 év fölött szinte felnőtt, igen. Úgyhogy így bajba is vagyunk, hogy hova küldjük, gyerekkórház, felnőtt kórház, mert ott már szinte kis felnőtt.
És mondjuk gyerekházi orvosként mi az a, tehát meddig terjed a te hatáskörött? Tehát, hogy van egy pont nyilván, amikor már szakorvos segítségét kell kérni, vagy beutalót kell írni? Hát ez attól függ, tehát hogyha a kórházi ellátásra van szükség, akkor egyértelmű. Még itt is bele tudunk néha nyúlni, például az orális rehidráló folyadékokkal gyakorlatilag szájon átadunk infúziót, és akkor nem feltétlenül kell bemenni kórházba egy egyszerű kiszáradással. Úgyhogy ez gyakorlatilag így. Hát ezt azért mindig meg kell tudni találni, hogy mi az a mi kompetenciánk, mi az a határ. Ugye ez nehéz eset például egy csecsemőnek a vesemedence gyulladása, hogy meddig kezelhetem én otthon szájon át antibiotikummal, vagy pedig inkább küldjem be és kapjon vénásan antibiotikumot. Például ez már ilyen határterület, amikor lehet egy kicsit mozogni még otthon, de amikor kétséges, akkor inkább kórház. A gyerekeknél egyébként szerencsésebb az, hogy azért sokkal hamarabb regenerálódik egy gyerek, mint egy felnőtt egy-egy sérülésből. Igen. Szerintem meg lelkileg is jobban támogathatók, mint szerintem egy felnőtt, aki már egy összetettebb lelkileg. És mi van azokkal a gyermekekkel, akik mondjuk tényleg ilyen csecsemőkorúak, tehát hogy még azért nem tudja elmondani, hogy neki mi fáj, vagy ki, hát nem, ha nem is csecsemő, de mondjuk kis babakorú. Hát náluk jellegzetes tüneteket kell azért keresni, hogy például ugye bejön egy lázas kisbaba, akkor meg kell találni azt a pontot, amikor már amin el tudok indulni, ugye, vagy milyen irányba, mert sok minden lehet, sok minden okozhat lázat. Úgyhogy például van, hogy csak annyi, hogy a hasa egy picit érzékenyebb, akkor már mondjuk a vesemedence gyulladás fel kell, hogy merüljön. Aztán ugye a fülnek a vizsgálata, ami döntő. A nagyobbak meg azért már megmutatják, hogy hol fáj, merre fáj, úgyhogy ott egy picit könnyebb, meg anyuka is jobban rá tud jönni a tünetekből, hogy merre van diszkomfort érzése a gyereknek. Egyébként ez a gyermekorvos dolog szerintem, főleg itt vidéken olyan, ahol az ember végül is így egy gyermekorvossal nő fel, hogy utána nagyon nehéz a váltás a felnőtt orvosra, hogy az ember, én szerintem évekig jártam még a gyermekorvosomhoz. Igen, Pesten is jártam felnőtt így. Korom után. Abszolút, hogy most is elköszöntünk egy 19 éves lánytól, és mondta, hogy hát reméli még a gyerekeit is hozhatja majd, mert úgy megszeretett, pedig hát nem régóta ismertük egymást. Egyébként ez így előfordul, nyilván te nagyon fiatal vagy, de az, hogy mondjuk tényleg ilyen generációkat ismersz Abszolút. Meg a rendelőben? Igen. Hát én még nagyon kezdő vagyok ebben a téren, de már elmesélések alapján tudom, igen, hogy akár már az unokáját is láthatja a doktornő. És fontos szerinted, hogy kialakuljon egy ilyen személyes viszony a gyermekorvos és a szülők a gyerek között? Mindenképpen, tehát ez a gyógyulásnak az alapja, hogy meglegyen egy bizalom, ahhoz meg kell egy személyes kontaktus. Ugye itt már akkor problémát okozhat ez a távgyógyítás, telefonon keresztüli tanácsadás, hogy nincs meg az a bizalom feltétlenül. Ezt azért így éreztem a 3 hónap alatt, hogy jó lett volna, ha régebb óta ismernek. Sáriba azért jobban ismernek, de például a gyónon kevésbé ismertek, és akkor ez néha hiányzott, de szerintem egy pár olyan mondat, ami egy kicsit közvetlenem, és akkor már is megjön ezért a kellő bizalom. Van ilyen, vagy létezik ilyen, vagy voltak ilyenek mondjuk ez az időszak, amik ilyen jellemzőbb betegségek voltak? Most a járvány időszakot leszámítva, amikor nyilván mondjuk van egy hasmenés az óviban, és az mindenkin átmegy. Itt mire gondolsz pontosan? Tehát, hogy volt-e olyan, ami mondjuk, hogy leggyakrabban légúti problémákkal keresnek, vagy... Igen. Tényleg el lehet mondani, hogy a leggyakrabban a légúti problémák, már csak azért is, mert a gyerekeknél ott jelentkezik valahogy, hogy az egész szervezetnek, hogyha egy picit telítődött, úgymond méreganyagokkal, akkor mondjuk egy krónikus arcüreggyulladás formájában jelentkezik, és akkor itt kell egy kicsit mindig gondolkozni, hogy mi lehet az oka, vagy egy allergia krónikus arcüreggyulladás formájában, tehát szerintem gyerekeknél biztos, hogy a légúti tünetek a
leggyakoribbak. Ugye a másik ilyen gyakori dolog, meg hát most aztán a járvány alatti különösen mindenki szerintem naponta mérteni a hőmérsékletét, hogy minden rendben van, mert a láz az ugye egy Covid tünet is. De hogy például a láz is egy olyan dolog, hogy én emlékszem, hogy a gyerekkoromban, hogyha 37-et így elérte a hőmérő higanyszála, mint az őrült lázt csillapítottunk, és így priznitzel a fejemen néztem a tévét onnantól kezdve. És most mintha ez egy picit megváltozott volna. Tehát most más az itiner. Szerencsére szerintem. Tehát ugye vizsgálták és rájöttek, hogy a fehérvérsejtek például sokkal aktívabbak a láz során. Tehát nyilván van értelme is egy bizonyos típusú és mennyiségű magasságú láznak, úgyhogy ezért ezt is szoktuk mondani, hogy amíg jól érzi magát a gyermek, például van, aki 39 fokkal még játszadozik simán, és jól el van, köszöni szépen, ugyanúgy etethető, itatható, akkor nem szoktuk javasolni a lázcsillapítást feltétlenül, csak ha nyűgössé válik, aluszékonyan válik, nem fogad el innivalót, akkor viszont mindenképpen. Mondjuk ezt azért így hát így kívülállóként hallgatva, ezt nehéz az embernek így belőni, bár valószínűleg a saját gyerekén azért mindenki érzi. Érzi, hogy... igen. Tehát szerintem a legfontosabb, hogy egy anyuka az ösztöneire hallgasson tényleg a gyerekkel kapcsán, mert akkor érzi, hogy most már elértük azt a határt, amikor kell a gyógyszer, vagy pedig még simán el van és játszik, iszik. Egyébként a gyerekgyógyászatban van olyan, hogy későn fordulnak orvoshoz? Vagy ez a ritkább? Ez a ritkább, inkább a túlkorán, tehát azt tudtuk mondani, hogy azért mondjuk a láz megjelenésétől is ritka eseteket kivéve érdemes egy-két napot várni, hogy hová mozdul, mert lehet, hogy egy nap múlva már nem lesz lázas, ellenben vagy csillapíthatatlanná válik a láza, tehát hogy érezzük, hogy ez már milyen irányba mozdult el, mert rögtön lehet, hogy semmit nem látunk. Jártunk így is, hogy rögtön bementek az ügyeletre, például a Heimpálba, ott mondták, hogy vírusos, nincsen semmi tünete, és másnap a rendelőben meg már ott voltak a tüszők a mandulán, tehát kell egy nap legalább, hogy megjelenjenek a konkrét tünetek, és jobban el tudunk a mentén indulni. Egy nap, vagy ez az egy-két nap, ami... Egy-két nap. Ott is egy kicsit én azt mondanám, hogy mindenki hallgasson a megérzésére, hogy hogyan ez a gyerek. Nyilván mondjuk egy édesanyjának az azért egy nehéz helyzet, hogy ha azt látja, hogy az élete szeretett gombóca így nem érzi jól magát, vagy nem tudom én hány, például azt szokott a gyerekeknél még ilyen kinkeserves dolog lenni. Igen, az ijesztő tud lenni. Igen. Hát érdemes egy picit lehiggadni az adott szituáció után, és átgondolni, hogy ez most tényleg akut-e vagy sem. Tehát az, ilyenkor kellenek szerintem a higgadtabb férfiak mellénk. Nekem is mindig a párom a kontroll, hogy nyugi, most nincs baj. Mert mi azért jobban megijedünk. És te például édesanyaként, mondjuk a saját gyerekeiddel, vagy orvos, vagy olyankor így? Nekem nagyon nehéz dolgom volt, szerintem én ezt mindig ki szoktam fejteni, mert vagyok ugye az anyukájuk. Ugye végeztem ápolónőként is, tehát hogy az ápolójuk is vagyok, plusz az orvosuk is vagyok, és így nehéz. De egyébként te nem szoktál, tehát ugye, főleg amikor mondjuk első gyereknél, hogy nem fordult veled elő, hogy te egy kollégát tanácsát kérted inkább, mert elbizonytalanodtál? De sőt, a másodiknál is volt, hogy... szerintem 3 napot lázas volt Luce, a középső lányom, és szuperul volt, sétált, nem csináltunk vele semmi különöset, át fog rajta menni, és estére mindig visszalázasodott, és akkor már úgy elgondolkoztam, hogy most már kérek kollégális segítséget, hogy valaki vizsgálja meg, mert a saját gyerekemet, hát most már nagyobbak, szívesebben megvizsgálom őket, de babának még azért nem annyira. És volt olyan mondjuk a te életedben, amikor úgy érzed, hogy valamit elrontottál, vagy lehet egyáltalán hibázni a ti szakmátokban? Hát lehet sajnos. Pont most nyáron kerültem egy ilyen szituációba, és megint csak a középső lányommal, hogy 7 napig volt lázas, és 8. napon már éreztem én is, hogy valami nagyon nagy baj van, már rosszul volt, és sajnos be is kerültünk a László kórháznak az intenzív osztályára. Szerencsére jó időben jó helyre mentünk. Egy vírusos, valószínűleg vírus indukálta autoimmun agyvelőgyulladása alakult ki. Szóval ott azért elgondolkoztam, hogy
Biztos, hogy jó, hogy így vártam még több napig is. Egyrészt viszont azon is elgondolkoztam, milyen jó, hogy minden ellen beoltattam, ami ellen lehetett, és akkor ez már egy megkönnyebbülés volt, hogy azok nem jöhetnek szóba, csak nagyon kis eséllyel, nyilván szóba jöhetnek minimális eséllyel, de azért ez jó érzés volt. Egyébként jó, hogy ezt az oltás dolgot említed, mert ugye ez is egy olyan pont szerintem a ti szakmátokban, amivel kapcsolatban azért volt egy időszak, amikor volt egy nagyon erős oltás ellenesség a szülőkben, hogy oltassam, ne oltassam, minek oltassam. És hát ez azért okozott olyat, hogy mondjuk voltak helyek, ahol a TBC vagy olyan betegségek, amik már azért rég elbúcsúztunk tőlük, újra megjelentek. Igen, és most ráadásul a Covid kapcsán ez szóba is jött, hogy sok országban nem kötelező a BCG oltás, és valószínűleg nem tudják, de vizsgálják, hogy ott kevésbé védettek az emberek ez ellen, a kórokozó ellen, úgyhogy szerintem tényleg elmondhatjuk, hogy szerencsénk van, hogy egy ilyen oltós országba kerültünk. Nem tapasztaltam még olyan extrém mellékhatását az oltásoknak, hogy rettegni kelljen tőlük. De az, hogy valakinek mondjuk érzékenysége van egy oltásra, vagy nem kaphatja meg, mert nyilván ebből nem oltatunk, mert úgy döntünk, ből azért ők a legveszélyeztetettebbek, az hogy derül ki? Pont most merült fel egy oltás kapcsán, ez az agyhártyagyulladás B-típus elleni oltás kapcsán, hogy valakinek nagyon-nagyon erős reakciója volt az oltásra, és akkor elkezdtem egy kicsit utána járni ennek, hogy vajon most jól tettük-e, vagy oltottunk, mi legyen, oltsuk-e tovább, stb. Nekem is volt egy betegem meg itt Dabason is, és végül is a Kulcsár Endre, a doktornő, aki így nagy oltási, védőoltási szakértő, tanácsadó, ő azt mondta, hogy az ilyen erős reakcióknál várható, hogyha elkapja ezt a baktériumot, például az agyhártyagyulladás baktériumát, akkor bizony nagyon meg fog tőle betegedni. Tehát ez azért elgondolkodtató, hogy bizony ilyenkor tényleg tovább kéne menni az oltásokkal, mert azért volt az erős reakció, mert amúgy is rosszul reagált volna arra a betegségre. Egyébként van most már mondjuk olyan oltás, ami a mi gyerekkorunkban még egyáltalán nem volt kötelező, és most már az, vagy van. Fordítva, hogy van. Mondjuk a mi gyerekkorunkban még kötelező volt, de már nem az. Igen, ami régen nem volt kötelező, például az egyik a bárányhimlő elleni oltás, az most már kötelező, 13 és 16 hónaposaknak adjuk be. Egyébként nekem volt egy kollégám, aki most egy 2 éve, mielőtt kötelezővé tették, felnőttként kapta el a bárányhimlőt, és mondta, hogy ő megírta a végrendeletét. Igen. Azokon a napokon, tehát hogy a szemgolyóján is volt hímlő. Nagyon durva tud lenni felnőtteken különösen, igen. Ami viszont például egy változás, hogy a BCG-t nálunk ellenőrizték, hogy van-e reakcióra, és ha nem találtak reakciót, akkor újraoltották, ez ma már nincsen, csak újszülött korban kapjuk meg ezt az oltást, vagy van rá, vagy nincs rá reakció, viszont ez volt a vizsgálatoknak az eredménye, hogy igazából nem fokozta a védettséget az újabb és újabb oltás, úgyhogy ettől így eltekintettek. És reméljük, hogy jól. Egyébként a Covid esetében is várható, hogyha esetleg találnak egy oltóanyagot, vagy megtalálják a módját, hogy akkor ez egy ugyanolyan tömeges oltás lesz, mint mondjuk akár az influenza esetében, vagy nem kötelező, de választható? Én ezt tudom elképzelni, igen, hogy nem kötelező, de választható lesz. Egyébként gyerekek esetében például az influenza elleni oltással mi a helyzet? Tehát egy gyerek, mert úgy ugye szokták mondani, hogy idősebb korban azért így érdemes beadni, gyerekeknél is? Vagy az ő immunrendszerük még annyira jól működik, hogy bőven megbirkózik egy influenzával? Hát ez szerintem évente változik. Uh-huh. Idén szerintem, hogyha az egy influenza járvány volt, ami így január-február-március zajlott, az egy elég erős. Nem sok ember döntött le, viszont azok jó betegek voltak. Tavaly sokkal több volt szerintem az influenza beteg, viszont kevésbé voltak betegek. Úgyhogy ez így évről évre változik, nehéz eldönteni. Volt olyan szülő, aki jelezte nekem, hogy nem szólt a doktornő, hogy van influenza oltás, és akkor így meg is bántam, úgyhogy elhatároztam, hogy mindenkinek mondom, aztán eldöntik. De ezt egyébként gondolom szeptemberben még nem nagyon lehet látni, hogy ez nem. Most egy... Tehát, hogy ez ilyen... Közben, időközben derül ki, az a nehéz benne.
És rögtön, tehát hogy rögtön vannak tünetei, mert mondjuk azt látjuk, hogy a környezetünkben hú, sokan ledőltek, akkor érdemes még akkor is beadatni az oltást. Igen, azt mondják, hogy igen, érdemes, úgyhogy szerintem érdemes gondolkozni, mindig is felülírni. Ha már az oltásról beszélgettünk, a prevencióval mi a helyzet mondjuk egy házi orvosnak, tehát jelen esetben neked, mennyire dolga a prevenció, illetve mennyire vagyunk ebben erősek? Az oltási rész az nagyon jó, ezt erről már beszéltünk is. Én más oldalon látom a hiányosságokat. Azt látom, hogy mi azt tanuljuk az egyetemen, javítson ki bárki is, ha nem így van, hogy elsősorban a betegségeket tanuljuk megkezelni, és nem megelőzni. Például én imádtam a gyógyszertan, tehát abból képes voltam háromszor elmenni vizsgázni, hogy biztos ötös legyen, mert nagyon szerettem. És nem emlékszem olyanra, hogy tehát így megtanultuk, hogy vitaminok, meg ásványi anyagok, de ennek a igazi jelentőségét, hogy és mit csinálja, ha már harmadszor, negyedszer, ötödszer is beteg az a gyerek, és hogy igenis lehet tuningolni ezekkel az anyagokkal, hogy mihez nyúljál, milyen természetes anyagok vannak, és ha az már nem, akkor a mesterséges anyagokat. Ezt egy picit hiányolom az oktatásunkban, úgyhogy ezt így kicsit kútfőből kezdtem el ki is tapasztalni a saját gyerekeimben is, meg utána olvasni. De például, ha valaki nem tanul gyógyszerészetet, azért a vitaminoknál is el lehet veszni. Tehát, hogy most már annyiféle vitamin van a piacon, tehát hogyha csak megnézzük mondjuk a C-vitamin kínálatot, ami egy ilyen teljesen triviális dolog mondjuk a téli időben, hát azért ember legyen a talpán, aki ott dönteni tud, hogy most a melyiket vegyem meg, és akkor melyikkel csinálok és jobbat. És hogy így van. Szóval, hogy azért én gyerekkorunkban a 50 mg-os C-vitamint tették a nyelvünk alá, és most már 2000 mg-osat. Igen. Szóval, hogy ezek azért akkora léptékbeli különbségek, hogy valójában szerintem, aki nem ezzel foglalkozik, nem nagyon érti azt, hogy mi a különbség, vagy mondjuk mi a különbség, nem tudom én, az 1000, meg a 2000, vagy a liposzómás, úgyhogy melyiket érdemes egyáltalán levenni a polcról. Hát szerintem ez még hagyján, de amivel igazából nem vagyunk tisztában, az, hogy mennyire csökkent a tápanyag és vitamin és ásványi anyag tartalma az ételünknek. Tehát, hogy ezt én is csak egy gyógyszerlátogatótól hallottam ezt az információt, hogy 2 vagy 3 év különbségével vizsgálták mondjuk a sárgarépának a vitamin és ásványanyag tartalmát, és 70%-kal csökkent. És ez nem idén volt. Tehát, hogy így elgondolkodtató. Egy népszerű női magazinban lehetett most nem olyan régen egy cikket olvasni, ami szintén a kisanyamat megfogta, hogy a koaláknak az eukaliptusz levélben csökkent a savas eső miatt a vitamin és ásványanyag tartalma. És akkor gondoljunk bele, hogy a mi élelmiszerünket is ugyanúgy éri a savas eső, hogy vajon milyen hatással van ez, ehhez valami szakembert kellene megkérdezni, de kíváncsi lennék. De akkor mit javasolsz, hogy mit lehet tenni? Tehát, hogy akkor mindenképpen pótoljuk ezeket az ásványanyagokat mesterségesen, vagy nem tudom, ültessünk répát a kis kertbe, és reménykedjük, ott hogy az azért jobb minőségű lesz? Vagy? Nehéz, tehát mindenképpen pótolni kell időnként. Tehát így hozzátenném, tehát nem folyamatosan, hanem ilyen kúraszerűen. És akkor most még hol találkozhatnak veled a szülők, mert ezért Dabason most elég sok helyen Katona doktornőt helyettesített, igen, és itt az STK-ban is. Ott már nem vagyok, már nem. Június 20-ától nem vagyok. A Katona doktornőnél vagyok, hát nyilván a többi doktornő szabadsága esetén hozzám kell majd fordulni, illetve még Örkényben leszek december 31-ig helyettes orvosként. És hát telefonon elérnek. Így bár, van. Bár az az igazság, hogy a beszélgetés előtt is mondtad, hogy félve halkítod le a telefonodat, ha nem fogadod. Igen, pénteken szeretnek keresni délután, akkor jönnek a betegségek. Hát reméljük, hogy csak prevencióval kapcsolatos kérdések lesznek, és kevesebb betegség, legalábbis a gyerekeknél. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, én is köszönjük.